óra 13 perc is kezdjük hatházi Ákos állatorvossal, képviselővel, politikussal a beszélgetést. Szóval ami engem nagyon izgat, ez a korrupció ellenes szövetség, hogy honnan szedi az adatokat, hogy mindig tudja, hogy hány millió forintot loptak, vittek, csaltak el, faluról, megyére lebontva, emberre lebontva. Egyszerűen ez számomra döbbenetes. Nem annyira nehéz, sajnos. Tehát én egy példát szoktam mondani máshonnan. Móra Ferencről kevesen tudják, hogy ő múzeumigazgató volt, és ő neki volt egy mondása, hogyha ott az Alföldön eldobja a kalapját, és ott fog egy ásót, és elkezd ásni, akkor biztos, hogy fog találni valamit. És sajnos ugye annyira súlyos a helyzet, és annyira rendszer szintűvé váltak a visszaélések, hogy tulajdonképpen e, e, kis túlzással szinte bármelyik projektet, különösen ugye önkormányzati vagy állami projektet, hogyha megnézzük, akkor ott fogunk visszaéléseket találni, és tulajdonképpen van néhány olyan adatbázis, ami Európai Uniós követelésre, de azért már elég régóta rendelkezésre áll, hogy a közbeszerzési adatbázis, illetve az Európai Uniós támogatásoknak az adatbázisa. Ezekből úgy nagyjából meg lehet nézni, hogy mire kapták a pénzt, és meg lehet nézni, hogy mennyit költöttek ezekre, és meg lehet nézni, hogy milyen cégeket hívtak meg. És sajnos ebből nem kell olyan nagyon nagy ö, tudás ahhoz, hogy ö, megtaláljuk ezeket az ügyeket. Az igazi kihívás az ö, most már nem is az, hogy ezeket az ügyeket megtalálni, hanem, hogy hogyan a fenébe lehetne bemutatni. Tehát tulajdonképpen én azt ö, tudtam vállalni, hát már jó néhány éve, ugye 2016 óta, hogy megpróbálni azt bemutatni, hogy ez a rendszer. Tehát nem fogok tudni minden ügyet megmutatni, de azzal, hogy én rendszeresen ö, nyilvánosságra hozok ilyen történeteket, magát a rendszert megmutatni, és persze az utóbbi időben, ahogy önök is látják, ahogy átalakulnak a úgynevezett média fogyasztó szokások, akkor egyre nagyobb az igény, hogy képileg megmutatni valamit, és hát néha azért talál az ember csodákat, mint. Egy wc láttam, ez egy nagyon érdekes, hogy Barcson talán. Még, vagy ez az, még azt mondom, önmagában nem is biztos, hogy a, a korrupciónak az igazán szép az képe a hülyeségnek a hülyeségnek, képe. a meg, meg igen, meg, meg azért ott is, ha megnéznénk a részleteket, ugye egy nagyon elhúzódó beruházásról van szó, ahol Novák Katalin jött, hogy átadja a bácsi turizmus központot, és hát ugye sikerült valóban egy olyan vécit, ahol nem voltak elválasztó falak egymás mellett. Még az óvodába is el kell választani Igen, már a falat. Igen. De hát ennél ugye talán még elterjedtebb, is én azt mondom, hogy az elmúlt 13 évnek a szimbóluma, és hogyha egy történelemkönyvben szó lesz a elherdált hatalmas lehetőségről, amit az Európai Uniós támogatások adtak, akkor az ugye a lombkorona sétány, amelyik, Ez lomb, a a amelyik, amelyik lombkorona nélkül van, és ahol ugye... Fontos a kép, hiszen ezt mindenki megérti, hogy lomkorona sétány, lomkorona nélkül. De az nagyon fontos tudni, hogy ha ott esetleg lennének is fák, akkor is nagyon problémás lenne. Ugye ez egy olyan tákolmány, ami biztos, hogy nem került 60 millió forintba, vagy nagyon sokan mondják, hogy nem került annyiba, töredékért is meg lehet ezt csinálni. Viszont ami a lényeg, hogy 15 kilométeren belül van még ezen kívül másik kettő, amit ugyanúgy fideszes politikus kapott saját erdőjére saját maga kapta a 60 millió forintokat erre, és ez mutat igazán a rendszer szintű visszaélésre. Azt szokták mondani, hogy az öveges program volt az egyik ilyen legnagyobb korrupciós, hát nem mondom, hogy botrány, mert botrány nem lett belőle. Semmiből nincs botrány. Viszonylag azért lett, tehát azért viszonylag az például egy olyan ügy, amit, amit elég sokat foglalkozott vele a sajtó, és elég jól feldolgoztuk. Az Olaf is elkaszálta, bár ilyen szempontból is van egy tanulsága, hogy az Olaf idézőjelben csak három milliárd visszafizetését kérte a kormánytól, vagy ezt javasolt, hogy ennyit kérjenek vissza. A, pedig ez egy 13 milliárdos projekt, de az Olaf maga elmondta, hogy ugye ne, nincs abban a helyzetben, hogy az összes szerződést ö, és annak a teljesülését végignézze számláról számlára. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Olaf, ugye az Európai Uniós csalás ellenes hivatal, az, ö, annak nagyon korlátozottak a lehetőségei. Az egész Európai Unióra van összesen 100 ö, inspektoruk, ö, vizsgálóbiztosuk, és talán 400 munkatársuk, akik segítik ezeket az inspektorok Hát el lehet képzelni, hogyha csak Magyarországon van a legutolsó támogatási ciklusban, vagy 50 ezer projekt, akkor ugye ez, ez mennyire hatékony. De az öveges programot valóban én is azt szoktam mondani, amikor megkérdezik tőlem, hogy mondjak egy példát rá, ami igazán megmutat mindent. Ez az öveges program, ahol ahol 43 városban csináltak kémia, biológia, fizika tantermeket, az egy tanterem, tehát ilyen természettudományos tantermeket, tantermenként 300 millió forintot költöttek el. Mi ennek a valósára, vagy mi lehet ennek a valósára? Hát ennek töredéke, tehát maximum-maximum tizede lehetett volna, de ugye még az is valahol elfogadható lett volna, hogy jó, akkor költsünk el 300 millió forintot, és a maradékból abból vegyünk vegyszereket, meg, meg kísérleti eszközöket, amit ott föl lehet használni. Akár csodákat is lehetett volna ezzel tenni, de nem ez lett, hanem az volt, hogy tantermenként olyan 30 millió forintért építették meg a tantermet. Ezek meglevő iskolában le kell bontani egy falat két osztályterem közül, és megépíteni, meg bevezetni ugye a gázcsöveket, meg a vízcsöveket az asztalokhoz. 30 millióért vettek bútorokat, és aztán jöttek a csodák, hogy minden, mind a 43 városba megírták a, a tankönyveket, munkafüzeteket ehhez. amik aztán nagyon sokszor szó szerint megegyeztek. Ezeket 25-25 millióért mindenhol. Tehát 43 szó, ugyanazokat a kísérleteket, ami ugye mindenhol ugyanúgy működik, meg van is ilyen tankönyv, de ezeket még egyszer megírták, és ami még szebb, hogy mindegyikbe, minden 43 városban utána a szövegszerkesztésért, tehát hogy a kész anyagnak a szövegszerkesztésért is 25 millió forintot kifizettek, és, de úgy, hogy Láttuk, hogy PDF-ben, tehát PDF-ben kapták meg, és elvileg azt kellett meg szöveg szerkeszteni, és aztán még 25 millióért írtak minden városba egy tanulmányt arról, hogy hogy sikerültek ezek a munkafüzetek. És ezt lehetne sorolni, tényleg extrém költségek vannak. A lényeg benne viszont ö, ö, nem is ez volt, hanem az, hogy ahogy mondtam, megvannak ezek a nyilvános adatbázisok, és azokban én megnézegettem, hogy hogyan szerezték be ezeket a ezeket a fantasztikus szolgáltatásokat, és egy táblázatba kírogattam, hogy milyen cégeket hívtak meg ajánlattételre. És ezek a cégek, ezek ezek, az, azt láttam, hogy körülbelül 20 céget, általában budapesti cégek, és a teljesen mindegy, hogy az most Zalaegersz, egy Békés vagy Szexád, nagyon sokszor pont ugyanazt a három céget hívták meg, például a nyitó rendezvény és a záró rendezvény 10 millió forintért megtartására, mondjam, egy tanterem átadó volt néhány pogácsával, és ugyanazokat a cégeket hívták meg. Most ugye ez nem történhetett máshogy, mint, mint központilag szervezve, és aztán ebben el is indult egy feljelentés, és ami megint csak a rendszert mutatja. Tehát erre legalább jó ez az öveges program. Tehát az egyik azt mutatja, hogy a önkormányzatok, a Fideszes önkormányzatok. Itt csak Fideszes önkormányzatok voltak. Fideszes, fideszes önkormányzatok voltak, és arra volt jó példa, hogy gyakorlatilag ezt felülről nekik megmondják, hogy ezeket a cégeket kell meghívni. Én hát még be Előről, még fideszesként hallottam erről a programról először, amikor behozták ezt, hogy van egy öveges program, lehet pályázni. Kérdeztük, mi ez, és mondta a polgi, nem tudja a pokorninak valami bulia. És hogy ez jó lesz, mert majd a, 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 a és az egész a mögött termeket. a pokorni áll. Ö, ez közben akkor ugye sejteni lehetett, én erről beszéltem, és aztán ugye egy nagyon érdekes és hát jó véletlen, hogy a pokorni kerületében van ugye Kovács Gergely, a, két kétfalkú kutyapártnak a, az elnöke, aki egy, azt csinálja önkormányzati képviselőként, amit nagyon sok képviselőnek kéne csinálni, ő is egy kicsit ennek utána járt, és aztán nagyon szépen még plusz adatokat évek múlva megtalált ez Ezeknek a cégeknek a, a tulajdonosairól, tulajdonosi köreiről, székhelyéről, és Pokorninak van egy, egy bizalmi embere, aki már a minisztériumban is ott volt az egyik fő ilyen Európai Uniós pénzek elköltésre felelős ember, és aztán magával vitte a, a kerületbe is, és kiderült, hogy ennek az embernek a Ház kerültek a cégeknek a székhelyei. Tehát, amikor a cégek már megszűntek, vagy még meg sem szűntek, de eladták a székhelyeket en ehhez az emberhez, és van számos olyan részlet, ezzel nem akarom mutatni e most itt a, a rádió hallgatókat, ami alapján ezekhez az emberekhez köthető. És a lényeg az, hogy még maga a nyomozó hatóság is egy pár éve, amikor átküldte nekem, hogy ők átteszik a központi NAV nyomozóirodához e az anyagot, akkor leírta, hogy ez külön különösen nagy értékre, a társadalomra különösen veszélyes csalás, és azt is leírta, hogy csak központilag lehetett szervezni. Tehát ilyen nincs, hogy Zalaegerszegen és Szexáron és Békéscsabán ugyanazokat a cégeket hívják meg egy feladatra, és még véletlenül sem helyi céget. A, de ez, ennek ellenére végül a nyolc nyomozás után néhány pici kis halat ö, fogtak meg, ő ellenük emeltek vádat. Gyulán, nem tudom, miért pont Gyulán hogy lehet, hogy leg, legmesszebb legyen, hogy ne menjenek oda a újságírók, és aztán ezeket szerencsére ott van egy nagyon jó újságírója a Magyar Narancsnak, és ő bottamás, és ő, ő ezt nyomon követte, és aztán én is az első ilyen alkalomra lementem, és elképedve hallottam, hogy ugyan kiderült, hogy három helyen szó szerint ugyanazokat a munkafüzeteket adták el és az elkövetők 80-80-80 millió forint kárt okoztak. Ennek ellenére végül 400 ezer forint pénzbüntetést kaptak, és egy év felfüggesztett börtön kaptak. Tehát 80 millió forint elcsalása bizonyítottan ennyit jelent, de a legfontosabb az, hogy meg sem próbálta az ügyészség a szervezőket, tehát azok, akik ezt az egészet szervezték ezeknek utána. Az városi legenda, hogy ennek a szervezetnek a feje és abszolút kézzel, irányítással megy minden Rogán és Orbán? Nem hiszem. Alapvetően magát a rendszert, tehát ezt a ezt a rendszert, ezt még lázárék építették ki. Most tehát nem a, feltétlenül az öveges a, programra, magyarországi a, a, rendszerre igen, gondolok. Igen, tehát nyilvánvalóan a rendszer fő élvezője az Orbán, és Rogán is, de elsősorban Orbán, hiszen teljesen nyilvánvalónak lehet gondolni, és erre bizonytékok is vannak, hogy a Mészáros Lőrinc és Orbán ugye együtt működik. Maga Mészáros Lőrinc mondta el, hogy a fantasztikus vagyonát azt a jó istennek és a miniszterelnök barátságának Igen. köszönheti. Úgyhogy ez, ez nem, egy, nem egy kérdés. Magát ezt a rendszert, tehát azt a rendszert, hogy az a önkormányzatok, gyakorlatilag uh, már csak arra valók a fideszes önkormányzatok, hogy ha felülről megmondják, hogy milyen projekten lehet vagy kell indulni, és felülről megmondják, hogy melyik cégek fogják ezt megcsinálni, és ahhoz, hogy ez működjön, hogy ennek meglegyen a háttere és ez olajozottan működjön, ezt még a lázárik uh, alak, ala, alakították ki. Volt neki ott egy államtitkár, ezt úgy hívják, hogy homoja, ez a homoja volt, akinek egy ilyen közbeszerzési tanácsadó cége volt, aki még már a 2010 előtt a Fideszes önkormányzatoknál úgymond ezt a közbeszerzési tanácsadást adta. a közbeszerzési tanácsadásnak ugye az a lényeg, hogy papíron minden rendben legyen, de közben azért az nyerjen, akinek nyerni kell. És aztán ez a homolja ugye a Lázár el bukott, de Máv vezérigazgatónak bukott, aztán végül most valamiért ő onnan is távozott, de alapvetően igazán ők épített ki ezt a rendszert, ezért is nagyon-nagyon nagy probléma, hogy Lázár ugye most visszajött, visszakerült a kormányba. Ja, biztos, hogy nem véletlen, hogy visszakerült. Biztos. Szükség van a szaktudására igen. idézőjelben. Ez egy, hagy, hagyj bele, igen, ez egy, egyébként ez egy komoly szellemi munka, tehát ezelőtt meg kell hajolnom. Tehát az, hogy egy ilyen rendszert kiépíteni, még azzal együtt is, hogy persze azért volt rá lehetőségük, mert volt egy kétharmaduk, amivel visszaéltek, és ezzel párhuzamosan leépítettek minden kontrollrendszert, és Port Péter pedig a tenyerükből eszik, tehát ezzel együtt is, mégis a rendszer kiépítése az egy komoly szellemi munka, és egy, egy, egy valódi... Egy, um, egy komoly munka. bűnözés is komoly szellemi ez, ez munka. Van, tehát van, van, Erre van, szokták mondani, hogy ne mondjuk sikeresnek, vagy tehetségesnek, bűnözőknek nevezzük ezt igen, a igen. rendszert, és aki ebben a rendszerben benne van. A 43 önkormányzatnál egyetlen egy tisztességes ember nem volt, aki azt mondta, hogy én ezt nem csinálom, még még inkább felállok és hátat fordítok az egésznek, és megint rendszer szinten kérdezem, hogy nincsenek tisztességes, fideses vezetők, akik nem hajlandók ebbe beszállni. Igen, ez a nehezebb ügy. Hát most azt tudom én kiszálltam, de például ezt a projektet is már utólag dolgoztam föl, tehát amikor már a trafikot miatt a trafik én ebből úgy kiszálltam, kiszállt. akkor utána a 14-es választások előtt olvastam egy hírt, hogy, hogy átadja a polgármester ezt a tantermet, és 300 millió forint, és hát én, nekem azért van egy természettudományos képzettségem, tehát én tudom, hogy milyen egy kémia, meg egy fizika tanterem, vagy mit lehet ott csinálni, mi van ott, és hát akkor kezdtem el ezeket nézeket, de alapvetően ez egy fontos kérdés, számomra is nagyon sokáig ezek kérdések voltak erre. Én kettő dolgot szoktam válaszolni. Egyik az, hogy amikor bekerülnek képviselők, nagyon sokszor nagyon jó indulattal. Tehát egyáltalán nem mindenki úgy megy oda, hogy ott most van, hogy hülyére lopja magát. Azért ahhoz is idő kell, amíg rájön az ember, hogy ezt hogy csinálják. Tehát én állatorvosként oda bekerültem, volt néhány kis pici célom, hogy mit lehetne ott javítani. javítani. Naivan bíztunk a, a, azokban a képviselőtársainkba, polgármesterbe, a polgármester, akik korábban már vezettek várost. És aztán úgy, úgy szépen lassan jöttünk rá, bár igazán a, a, a szemtelenség is lett egyre nagyobb ez az egyik oka, ami a... De, de akkor mi zajlik akkor, amikor egy ilyen képviselő testületben, tehát pici város szinten kiderül a korrupció, és mondjuk van, akinek ez nem tetszik, és felemeli a hangját a rendszeren belül, akkor azt el ellehetetlenítik? Igen, az kezd, kezd úgy kispadra kerülni, tehát én is úgy, úgy azt éreztem, hogy kispadra kerül. de ami fontos, hogy azért én a legutolsó időkig sem éreztem egyedül magamat, például a Fidesz frakcióban, tehát voltak olyan társaim, akik azért úgymond mindig velem szavaztak, vagy mindig igazat adtak, adtak nekem, ö, ö, és voltak komoly viták. Ezért egyébként, ezt is el szoktam mesélni, hogy amikor én a trafik ügyről elkezdtem beszélni, nyilván azért tettem, hiszen tudtam, hogy van bizonyítékom rá, nagyon kemény állítás volt, ezt ugye bizonyíték nélkül nehéz. De én nekem meggyőződésem volt, hogy nem kell azt a hangfelvételt elővenni, mert meggyőződésem volt, hogy lesz három-négy képviselő, akik majd ö, igazat adnak nekem. És aztán ehhez képest gyakorlatilag egy nap múlva oda ment hozzájuk, hogy fölhívta őket az egyik tévé, és mind bemondta, hogy a hatházi hazudik. A hadház, nem, nem is értik, hogy miért mondom, közben ezek presbiterek voltak egyébként, én meg református kántor voltam, és ezek ott lent énekeltek mindig, amikor, amikor én orgonáltam, és ezek aranyos emberek voltak, és egyetértettünk nagyon sok dologban, és együtt szittuk kvázi már a rendszert, mégis amikor az volt, hogy nyilvánosan ezt vállalni, akkor nem. És tulajdonképpen erre a a válasz az hogy ez a rendszer valamennyire, tehát valamennyire, akik még ott vannak, azoknak a leges, legnagyobb részét, az valamennyivel kifizette a rendszer, vagy valamennyivel korumpálta a rendszer. Az egyiknek a lánya az a szexárdi vízművek sajtóigazgatója. Szexádi vízművek sajtóreferense. Tehát ugye ezt, izlegessük. És ezért kapott nem tudom én havonta két forintot. Az a ember már korumpál van. A másiknak a, a, a Um... férje lett a sportigazgató, sportcsarnok igazgató, és ugye megkapott. De várjon, lehet ma már máshol dolgozni, mint Fideszes cégnél, mert amikor fiatalok nekem azt mondják, hogy egyszer nincs más lehetőségük élni és dolgozni kell, most mindegy, hogy 200 ezer forintért, vagy egy millióért, de nincsenek más cégek ez, ez, ez már. Ez, egy kicsit messzebbre vezet, erre, Később, erre, erre de nem, nem, mindjárt erre, erre, válaszolok is, csak tehát ezt szerettem volna még befejezni, hogy gyakorlatilag, amikor mi Képviselők lettünk, akkor én nagyon emlékszem rá, hogy egy ilyen kétoldalas fehér lapot meg kellett fejelni, hogy ott a, a kik vagyunk, kik a gyerekeink, kik a feleségünk, pár mondatot ki kellett tölteni. Egy ilyen kétszer kétoldalas lap, és ezeket ugye eltették, és nekem meggyőződésem, hogy erre fel vannak írva azok a jóságok, amiket megkapom. A másik képviselőnek, mint a fia kapott egy uniós pályázatot, amit nem furcsa módon költött el, mert helyi termékek boltjára kapta 100 millió forintot, és aztán abból csinálta villasoron egy, épített egy épületet, aminek a garázsa volt a bolt, aztán amikor a sonka elfogyott, akkor leszették a táblát, és lehetett értékesíteni. magának eséteni. semmit nem ajánlottak? Ezt is el szoktam mesélni, hogy egyszer volt egy ilyen, amikor felajánlották, hogy hát még akkor a chip, chip behelyezés a kutyáknak még nem volt országosan kötelező, de már voltak városok, akik kötelezővé tették. És mondták, hogy majd kötelező Tesszük, és akkor majd te leszel a aki csipezni fogod ezeket az állatokat. Hát mondtam, hogy hülyék vagytok, ezt nem, ezt, ezt, ezt nem lehet. De de, de ha azt elfogadtam volna, akkor nyilvánvalóan nem tudtam volna utána azt csinálni, amit, amit lehet. Hát még azt mondom nem is lett volna egy nagy ö, lopás, mert, mert én egy, egy jó rendelőm volt, meg volt a számítástechnikai hátterünk, tehát ez még lehet, hogy jobban meg tudtam volna csinálni, vagy valószínűleg is, mint a, mint a táskás kollégák, de ezzel együtt, ha azt elfogadom, akkor nem lehetett volna. Én egy másik példát szoktam még elmondani, ha lehet. Nyugodtan eh, még ilyen, van időnk a, a, Amikor uh, úgymond ilyen Európai Uniós támogatásokkal találkoztam. Ez nem is a politika részéről jött, hanem mint állatorvos ö, ö, jött egy cégnek egy ö, ö, képviselője, és mondta, hogy vegyek ö, digitális röngent és hát mondtam, hogy hát most vettem, nagyon drága volt egy hagyományosat, még akkor pont átállás volt, de az is drága volt, és még annak nyögöm a, a részleteit, és mondta, hogy nem baj, de hát van rá uniós támogatás. Mondom, tudom, van rá 30 százalék támogatás, de a 70-et azt meg ki kell fizetni, és az is sok. Szóval semmi probléma, vagy lehet, hogy fordítva, tehát hogy, hogy 70 százalékot kifizetnek, de 30-at nekem az is sok. Nem baj, semmi gond, mert majd annyival drágábban adjuk, ráírjuk a papírra, hogy mit, hogy nem 10 millió, hanem 13 millió és majd a maradékot azt ők majd ö, visszaadják nekem gyógyszerbe. Tehát, hogy valójában nekem nem kerül semben. Mondom, ne hülyeskedjetek, hát ez, 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 ez csalás. Ez jó, jó, semmi gond. Ő átmint egy másik városba, egy szomszédos városba, ott belementek a kollégák, ő neki lett digitális röngenje, nekem nem lett digitális röngenem. És ez azért nagyon fontos, mert messzebb vezet. Ö, ö, ugye elvileg ezeknek az uniós támogatásoknak az lenne a célja a gazdasági támogatásoknak, hogy nőjön a versenyképessége a magyar gazdaságnak. De nem ez lett belőle, hanem rosszabbodott a versenyképessége, ugyanis a, kiszűri azokat a cégeket, akik hajlandóak belemenni ezekbe a bulikba. Általában egyébként most már úgy van, hogy igazán akkor lehet pénzeket kapni, ha valakinek még ráadásul a politikailag is megbízható. Tehát gyakorlatilag ez nem a szorgalmas, innováló, gondolkodó, jó marketinggel rendelkező cégeket választja ki, tehát nem egy, egy evolúció lesz, hanem ugye egy, egy, kontraszelekció lesz helyette, azok a cégek lesznek előnyben, akik ha minél inkább hajlandóak belemenni ezekbe a csínyekbe. Na és akkor amit kérdeztem, hogy mit tegyen az a fiatal, aki mondjuk pályakezdés előtt áll, és majdnem, hogy nincs más lehetősége, mint hogy valamelyik fideszes cégnél kezdje az életét. Igen, ez egy, erre nem, erre nem nyilván mindenkinek, más, mindenki más helyzetben van Én, és senki helyet nem akarok Maga a gyerekei mekkorát? Nagyok, és sajnos komoly viták vagy nem vitákban vagyunk azon, hogy, hogy ők például nem zárják ki, hogy el fognak menni Magyarországról? Mert Magyarországról. Igen, és ezt nem, nem nagyon tudok ö, ö, vele vitatkozni, ezt őszintén így nyilvánosan is el kell mondanom. Nagyon örülök, hogyha maradnak, annak is örülök, ha legalább ö, egyetemnek egy részét kint végzik, hiszen mindenkinek érdemes lenne kimenni és látni, hogy az a halódó nyugat azért még mégis most hogy működik, amiről, ugye azt mondják. Érdemes lenne egyébként Oroszországba is kimenni, és nem csak a moszkvai ö, ö, propaganda videót megnézni, hogy van egy bolt, ahol van minden, hanem ugye esetleg Moszkvánál kijebb is menni. De én ezt nem javaslom, tehát hogy mondjam, nehogy azt halljam vissza, vagy hát bármit a propaganda bármit visszamondhat. Tehát én nem azt mondom, hogy az a javaslatom, hogy elmenni, egyáltalán nem ez a javaslat. Azt lenne a javaslatom, hogy tegyünk meg mindent, hogy itt változás legyen. Tehát De az, a házi névvel az, aki... gyerekeknek nagy jövő vár hát, most Ebben Erről, a... erről most hagyd, ne beszéljek. Ebben a erről ne beszéljek. Én azt mondom, hogy tegyünk meg mindent, és nem csak a gyerekeimnek. Tehát az én javaslatom erre a hogy ö, ö, tegyünk meg mindent azért, hogy ez a rendszer megváltozzon. Sokkal könnyebb lenne, mint azt sokan gondolják. A tehát megtenni, egészet, hogy változzon? A, igen, igen, tehát sokkal könnyebben meg lehetne a rendszert változtatni. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy azok a tömegek, akiknek elegük van ebből a rendszerből, és látják, hogy mi megy itt, látják, hogy hogyan ö, omlott össze, mert összeomlott már a, 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 az egészségügy, és hogyan omlik össze a szemünk előtt most az oktatás is. Látják, hogy az egész nem ország mennek ki Nem is az, hogy egymásért nem mennek tüntetni, hanem nem hiszik el, hogy ezzel a kormányal szemben is lehetne fellépni eredményesen. Egész egyszerűen a nyomás gyakorlás eredménye az attól függ, hogy mennyien vesznek részt benne. Akkor lesz változás, amikor tömegek jönnek rá, hogy igen, hogyha egyszerre, és komolyan, és elszántan ö, ö, próbálunk nyomást gyakorolni erre a kormányra, akkor igenis lehet változást elérni, és ez a, a, ezzel a... Ezzel a tömeg tájékoztatás háttérrel, ami van, hogy Magyarország lakosságának jó nagy százaléka csak a, a hazugságokat hallja? Ez a lényeg, hogy pont ezt kell először megváltoztatni. Tehát azok, akik hallják az igazságot, azoknak a felelőssége, hogy látni kell, hogy ilyen háttérrel, tehát ilyen tömegtájékoztatás háttérrel teljes tévedés azt mondani, hogy én reményt keltek, és majd a következő választáson egy, nem tudom, majd találunk egy jobb miniszterelnök jelöltet, mint az előző volt, és majd az nyerni fog. Tehát az első lépés, ezt kell tömegeknek belátni, hogy nem arra kell várni, hogy majd a nehéz élethelyzet, meg a nehéz gazdasági helyzet miatt dől meg a rendszer, hanem először a rendszer lényegét kell megdönteni, és igenis ki kell vívni a szabad és tisztességes választások feltételét a mostaniak, nem azok, hiszen az a választás, ahol ö, négy év alatt az ellenzék nem mehetett be a közmédiába, ö, ahol öt percet, önöket, -e. a öt percet kapott, ahol a klubrádiótól elvették a frekvenciát mondva csinált okokból, és ö, ahol És évente, le vannak tiltva, hogy itt bárki megszólaljon. És egyébként nagyon sokat le vannak tiltva, hogy itt egyébként úgymond a kormány oldalt is meg lehessen kérdezni. A Közben pedig a kormány oldal 50 milliárdból hirdet évente, most ahogy jöttem egy ö, ö, opera részletet akartam meghallgatni a Youtube-on, és előtte behallgattam, hogy az ellenzék meg, a háború mellett szavazott, de ezek mennek, tehát ezt ö, ö, nem ö, Én a sokan nem újságnak értik meg. magával hallgattam egy interjút, a hang youtube és a Youtube-on kijön. És ott jön, hogy, hogy az, az, ellenzék el, megszavazta, háború megszavazta és háborúpárt. Megszavazta és ez És ezzel nem tud mit csinálni az az és ellenzéki újság sem. Mert a Youtube oda és teszi, és tessék elhinni, el hogy ezek működnek, és ez nem, nem csak áttételesen lehet látni, hogy ugye mik lettek a választási eredmények, hanem ö, vannak, akik erre pénzt áldoznak, és megmérik, hogy például az embereknek hány százaléka gondolta azt, hogy a szankciók miatt magas az infláció, és hány százalék, hogy a kormány és ugye ez szépen gyönyörűen látszik, hogy működik, működik a propaganda. Na most ennek a, azoknak az embereknek akik látják az igazságot, mert keresik az igaz híreket, tud disztingválni, hogy melyik az álhír, melyik az, a, a, az igazi hír. Nekik kell. Először azt észrevenniük, hogy ha bármilyen változást el akarnak érni, akkor a rendszer lényegét kell megváltoztatni, és persze ebben nem csak a propaganda van, bár a propaganda az a legfontosabb ö, lényeg, ugye a másik, ami a rendszer alapja, az az ügyészség volt, ezért én szerintem amit lehetett, a magyarok már megtettek, amikor a 680 ezer aláírást összegyűjtötték, annál nehezebb többet tenni érte, ugye majd az Uniótól függ, hogy ezt mennyire tudja kikényszeríteni, de ö, ö, nyilván sorolni lehet na nagyon hossz és amikor elmentünk most kordont bontani, akkor lebontani a kordont a, a miniszterelnökség körül akkor, és még egy tulajdonképpen egy kicsit dilemma volt, hogy hát hány pont legyen, mert a legfontosabb üzenete a korbon, kordonbontásnak, az nem az, hogy ott a, lebontottuk a kordont, de a sajtószabadság a legfontosabb, az kellett egy pont az első pontnak tenni, és a propaganda tiltása. De sajnos ugye nagyon hosszú, lehetett volna 15-20 pontot is felsorolni, mi 7 pontban azért a legfontosabbakat összetettük, de ezek közül mindenképpen a legfontosabb az a propagandagépezet. Magát még ez a kormány nem akarta ellehetetleníteni. Most ha csúnyán kérdezem, eltenni lábalól, mint hogy az oroszoknál ez most már az ablakon való kiesés majdnem, hogy gyakorlattá válik, de azért elég sok borsot tört az óruk alá, tehát állandóan figyelni kell, hogy hatházi mivel áll elő, és hát ha nem is védekezni, de odafigyelni, nincs útban senkinek? Hát ezt csinálják, ez a mindannyiunk szem előtt látszik, tehát azok a lejárató kampányok, azok az egészen ö, tényleg most össze lehetne sorolni, tehát vagy föl lehetne sorolni az első, amikor egy egy magát prostituáltnak való hölgy felolvasott, ugyanaz a napszemvegén lehetett látni, hogy olvassa a papírt, hogy, hogy én ingyen oltottam a kutyáját, és a házassági váltottat tettem neki, és tehát én tényleg már maga megmosolyogtató volt, és akkor... A ez, már, most ez már, jökező? igen, tehát ez, 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 tényleg az volt, ráadásul ismerték is a hátterét, tehát tényleg a hölgynek ingyen oltottam a kutyáját, de azért, mert nem fizettek ki. Tehát az asszisztens kollégám, voltunk ott, és miután nagy nehezen egy óra tehát beoltottuk a kutyát, mert láncom volt tartva, és, nagyon, és nem féltek tőle. Utána mondta, hogy a pénz az, az nincsen, tehát ez, ez valóban ez a része ez megtörtént de ezzel kezdődött, de akkor az annyira megmosogtató volt, hogy azt akkor évekig nem, 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 vették nem elő. És hát nem fel, ugye volt én már szomszédgyilkos, nagyon sok minden. A szüleim az, az, ami a legjobban fájt, amikor a szüleimet a, a hogy, hogy, hát egy, egy rohadt négyzetméter állami földet nem vásároltak, és nem, nem, is béreltek, és gyakorlatilag mind a mai napig, hát most már egyre nehezebben, de mind a mai napig napról napra mennek ki a, a, a szőlőbe, amit úgy, a 30 év alatt apránként telepítettek. És a e, sem mondják, hogy édesfiam, hagy fel ezzel? Nem, az nagyon örülök, hogy a, a, a támogatásuk ez megvan. Ugyan ö, 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 mind a kettőt aztán elküldték a munkahelyükről, és, és nagy valószínűsége ennek köszönhetően, ö, de ezzel együtt az ő támogatásukhez nekem mindig, mindig a világ nagyon sokat jelentett. Tehát ez... Ez megvan. Na most ezzel viszont Bár de azt tegyük, azt ez szoktam, az, hogy 12 lap ellen pert nyert, ha jól emlékszem nagyon, a nagyon számokra. sok, persze. Tehát ez is egy sorolatban. fontos, hogy ezen csodálkoztam is, hogy, persze, hogy pert tehát is nyelhet hatházi. Persze. Ugye az egy megint, arról megint lehetne beszélni a bíróságokról külön, de gyakorlatilag még annyit szeretnék erről elmondani, hogy ami engem igazán ezekben a lejáratásokban zavar, az nem is az, hogy velem mit csinálnak talán most már el jutottunk odáig, hogy persze, aki elhiszi ezeket, és akiket elér a, a propaganda, azok, azok, azok erre fogékonyak, és azok nyilván gyűlölnek. Ez most kaptam egy múltkor egy nagyon nagy dicséretet, amikor valaki úgy kommentelt, hogy hogy utál engem, mint szart, de elnézést, de de most ebben a lomkorona nélküli sétányban ember igazam van. Mm. És hát tudná, hogy egyébként még mennyi mindenben igazam van. De nem ez a baj, hogy velem mi történik, hanem az a baj, hogy ugyanúgy, mint amikor ugye a teljes diktatúrákban elviszik az embert börtönbe, kínozzák, kivégzik, kilökik az ablakon, a, ezekben a kevert diktatúrákban, vagy kevert rendszerekben, ami ugye a diktatúrának, demokráciának egy keveréke, ezekben a lejáratás az a egyik legfontosabb fegyver. Na most a, a, az a baj, és szokott, azért szoktam mérges lenni ezek miatt a lejáratások miatt, mert ez nyilván egy fenyegetés mások fele, egy üzenet mások fele. Tarts távol magad, kussoljál, maradj csendbe, mert ezt, ö, ez fog veled történni, és valószínűleg működik Valószínűleg működik. Nyilvánvalóan nincs olyan ember a Földön. Én sem vagyok az, önse az. Nincs olyan ember, aki nem csinált volna olyan dolgot, amire ne lenne büszke. És közben pedig azt látja, hogy ez a rendszer már bárkiről bármilyen történetet fel tud, ki tud találni, és fel tud dolgozni. Nekem szerencsére papírom van róla, hogy úgymond olyan dolog, ami egy igazi rendszerben politikai kellemetlen olyan nincs, mert papíron van róla, hogy a cúslágot eh, leküldték, eh, hogy eh, hogy keressen rólam kompromitáló dolgokat, és ott a lehallgatásokban megbeszélik, hogy hát egyszerűen nem találtak, és hát csak azt lehet, hogy a, a rendelőnben milyen drágán dolgozzunk, ez a, ez, erre kell valamit fölé, fölépíteni. De nyilvánvalóan mindenki, eh, aki azon gondolkodnak, hogy politikával foglalkozik, annak ezen, ez egy üzenet, hogy ha nem viselkedsz jól, akkor ilyet kaphatsz. Én azt szoktam erre mondani, hogy igen, fáj, tehát tényleg üzenem a rogának, igaza van, fáj, tehát ezek, ezek a lejáratások fájnak, fáj, amikor a gyerekemmel megyek, és esetleg a, 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 a 19 dicsérő szó mellé kap az ember egy mocskolódó szót, az a gyerekeknek fáj. De azt szoktam mondani, hogy egyrészt azért egy jó lejáratáshoz, egy igazi jó lejáratáshoz legalább egy-két hét kell. Tehát az, amikor ugye egy-két hétig más sem megy a, a, a rogán, kiad, megnyom egy gombot, és akkor mindenhol a propagandagépezetben ez megy. Tehát egy igazi jó lejáratás azért, az, az, az arra nincs egyszerűen kapacitása a rendszernek. Tehát összesen azt mondom, egy évben lehet 25-30 embert igazán lejáratni de még talán ez is túlzás, akkor, hogyha lenne több ezer ember, aki felvállalja azt, hogy ő igen belép a politikába, arcát adja a politikába, és ezek olyan emberek, akik már veszteni valójuk van, letettek valamit az asztalra, az már egy, az annyit nem tudnak lejáratni. És pláne nem tudnak lejáratni több tíz, vagy több százezer embert, akik én meggyőződésem, hogy előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy tömegesen ö, meg tudják buktatni ennek a rendszernek a lényegeit. Úgy legyen, mi a helyzet Szexárdon? Minden nap hazajár, mert mert, mert otthon jó, otthon van a családja, de például Szexárdon milyen, milyen színű a polgármester, és mennyire kedvelik otthon? Igen, sajnos nem minden nap, de valóban legtöbbször, ö, és, és nyilván ö, ismeri az ember a helyzetet, bár most ami a napokban, amennyire felgyorsultak a dolgok, az, az, az engem is meglepettő szintén szóval ezt már nem tudtam így követni, hogy annyira felgyorsultak a dolgok. De ez a kordonbontás miatt, vagy? Nem, tényleg hogy? nagyon. Nem a, nem a kordonbontás, hanem szexádon, amik a szexádi kis politikai állóvíz kavarodott most már annyira fel, hogy gyakorlatilag egy vihar is történt. Ott De mi volt ott a vihar? Van egy olyan háttere ennek a dolognak, hogy a, a a polgármester nagyon, nagyon megbetegedett, és nem most, hanem egy folyamatosan romló központi idegrendszeri problémája van. Ő azt állítja, hogy a, a dönt, döntésképessége az megvan, tehát a, a Uh, szellemi képességei megmaradtak, viszont az tény és látható, hogy beszédkészsége, mozgáskészsége ez uh, nagyon uh, rohamosan Ezért nem perelhető, mert az egészségügyi adatok vagy információk. Ez kérdés... Sajnos látható, hogy ő, 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 ő egy. És ő maga beszélt erről, tehát ezt ő maga, ő maga mondta. mondta el, és sajnos ugye a nyilvános szerepléseken ezeken látszik. Én nem nagyon értem, hogy miért nem mondott le, de minden esetre, minden esetre, ettől, ezzel párhuzamosan vagy ettől függetlenül, és még abban sem vagyok benne biztos, hogy itt összefüggés lenne, de voltak ott belső viták, elsősorban valószínűleg, meg az utódlásról, hogy ki legy, kinek legyen befolyása. Ők a polgármester és a, a képviselő, ugye a trafikosztó Horváth István ott az országgyűlési képviselő, ők azért komolyan rivalizáltak korábban is, és egy, egy ilyen rivalizációnak már láttuk a jeleit az időközi választáson, ahol a polgármester bár Fideszes, de a kereszténydemokrata néppárttal együtt, vagy a egy kereszténydemokrata néppártnak egy jelöltjét jelentette be, hogy ő lesz majd a közös Fideszes jelölt. És aztán utána hopp, nem ő lett, hanem a Fidesz maga is bejelentette egy jelöltet. Tehát volt már egy ilyen régebben óta egy ilyen szembenállás. Miközben azért az elmúlt időszakban maga a Fidesz az még az utolsó években is gyönyörűen asszisztált ahhoz, hogy a polgármester átvegyen minden jogkört a, 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 képviselőktől és a bizottságoktól. Annyit kell még tudni, hogy Szexáron egy nagyon érdekes helyzet volt, ugye a polgármester Fideszes lett, de a többség az egy, egy fő többséggel az, az ellenzék lett. És így az ellenzék meg tudta azt csinálni, hogy amit csak magához tudott vonni, tehát a, a képviselőkhöz, a bizottsághoz tudott vonni, azt magához vonta. Aztán történt egy másik fordulat, amikor az egyik ellenzéki párbeszédes képviselő az ö, ö, kiugrott, átment a másik oldalra, és asszisztált ahhoz, hogy a, a fidesz együtt a polgármesterhez vigyenek minden ö, jogkört. És az, hogy most milyen belső villongások, tehát milyen belső vita van ott a, a polgármester és a országgyűlési képviselők között, és hogy ö, ö, mennyi ö, szerepe van annak, hogy valóban talán felismerik, és ezt is el, elhiszem a fideszes képviselők hogy felismerik, hogy már cselekvés képtelen a polgármester, és emiatt gyakorlatilag bedőlnek projektek, és nem halad semmi szexzádon. Ezt én nem tudom eldönteni, de az tény, hogy az, az ellenzék úgy tűnik az utóbbi napok történéseiből, hogy gyakorlatilag kötött egy megállapodást a, a Fideszes frakcióval, és abban, abban egyeztek meg, hogy azokat a jogköröket, amiket a polgármester elvett a képviselőktől, ezeket visszaveszik, és egy ilyen fele-fele alapon ö, ö, lesznek a, a, bizottságokban jelen, ami egyébként mindenképpen szerintem egy előrelépés, akár még ha ez jól működik, majd kíváncsi vagyok tényleg ez, hogy mennyire működik, mert legalábbis azt így az ellenzék elérte, hogy egy kompromisszum kényszer lesz. Tehát amit ott, tehát vannak már pont az a képviselőnő, aki kiugrott és ott hagyta az ellenzéket, és kapott egy 500 ezer forintos tanácsnoki állást havonta, attól ezt elvették, és ő most nagyon ö, kiabál, hogy úristen, itt ugye az áruló ellenzék megegyezett a fidesz -szer, de valójában nekem úgy tűnik, hogy nem ez történt, hanem az történt, hogy kialakult egy kompromisszum, egy együttműködési kényszer. Ö, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre ö, tényleg egy ilyen egyedi helyzet alakult ki Szexában. Azt mondja még meg Bucsúzol, hogy annak mi értelme van, hogy az ellenzék bentül a parlamentben? Semmi semmi. Tehát én ezt régóta mondom, nem, sőt, nem az a baj, hogy nincsen semmi, hanem árt. Tehát azzal, hogy ott ülnek, és nem tudom, én szoktam tévéből nézni, mert, mert, mert telefonon remekül el remek van. vannak, mert é, é, olvasnak. É, é, olvasgatnak, de nem is az, hogy ott ülnek, hanem hogy interpellálnak. Tehát fölállnak, interpellálnak, és az interpellációra, ugye ez elvileg egy kérdés, vagy egy probléma felvetés, megkapják a választ, hogy Gyurcsány Soros, Brüsszel, äh, mit te, háború party, ez és ők a következőnek is fölállnak, megkapják ugyanezt a választ, következőnek is fölállnak, és közben pedig ö ezzel tulajdonképpen azt a látszatot keltik, mint hogyha lenne még parlament, mint hogyha még el tudná látni a parlamenti ellenzék a feladatát. Mi a ellenzéknek a feladata? Az, hogy ellenőrizze a kormányt. Nem tudja ellátni, de gyönyörűen eljátsza ezt a történetet. Ez Van az a pénz azért? Én, 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 én ezt őszintén szólva nem tudom, és valószínűleg nem is egységes ez a történet. Valószínűleg vannak képviselők, akik ezt nem fogják föl, Hálásnak egyre többen vannak, tehát a látszat ellenére egyre többen vannak, minden párban vannak, akik már értik, hogy mi, mi ezzel a probléma, de sajnos könnyen lehet, hogy a, a, ennek, a, ennek a pénz is. De mit szerepekel. lehet csinálni, hogy azt mondja az ellenzék, hogy fölállok, és többet nem megyek be parlamentbe? Ezt tűléssel. megmutatta már, tehát a, hogy mondjam, a, a Fidesztől nem a rosszat kell tanulni, de nyilván. Amikor a kivonultak a parlamentből. A Fidesz ezt megcsinálta, igen. és amikor ezen vitatkozunk, hogy ez jó vagy nem jó, akkor én azt szoktam mondani, hogy igen, és utána hány százaléka lett a Fidesznek. És ennek két hozadéka volt. Egyik természetesen egy szimbolikus ellenállás, ő azt mondta már akkor arra a parlamentre, hogy az nem, tehát ott probléma van a demokráciával. Ezért szoktam nevetni, amikor ugye valamelyik nap pont ott a kordon előtt a, a Dömötör Csaba azt mondja, hogy hát járjak be a parlamentbe. Hát mondom, 2006 és 2010 között az Orbán talán ötször szólalt fel, azt is talán 2007-ben. De ez egy szimbolikus de ennél sokkal fontosabb gyakorlati jelentősége van, hogy én még ugye ezt a Fideszen belül láttam, hogy ennek az volt a igazi lényege, hogy a képviselőket azt mondták, hogy jó, most nem ö, fölkészültök, meg betanultok szövegeket, meg nem ott a parlamentbe fogtok ö, ücsörögni, hanem három hónapot kaptok arra, hogy a körzetetekből minden faluban legyen két ember telefonszámmal, akit, hogyha a Kubatov fölhív, akkor ő jelentkezik, hogy igen, én vagyok a Fidesz. Amikor kell valami szórólapot kiszórni a faluba, akkor kiszórod, amikor az van, hogy el kell menni a kocsmába és hinteni a, az üzeneteiket, akkor hinted az üzeneteket, lássák, hogy te vagy, lássák, hogy ott van jelen a Fidesz. Fidesz. Nehéz feladat volt, tehát ezt is elszoktam mondani, hogy emlékszem, hogy a apukámhoz jött a, a fideszes képviselő, mert apu az a falvakban, hogy nagyon sokat segített a, 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 az embereknek és sok ismerőse volt. Nehéz feladat volt, de megcsinálták erre. Az elmúlt egy évben sem csinált semmit ezzel az ellenzék. És ami a legnehezebbé teszi a helyzetet, az az, hogy még csak arról sem beszéltek hogy ö, egyrészt ezt a feladatot meg kéne csinálni, és arról sem beszéltek, sőt, ö, még, 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 úgymond vitatkoztak is velem azon, hogy az előző választás, az viszont nem volt már ö, tisztességes választás, a következő sem lesz tisztességes választás. Ehelyett vannak ilyen blöfök, amikor nem tudom, egy párt bemondja, hogy neki 15 ezer tagja van, és hűre ö, szervezet, és aztán tart egy megemlékezés egy nemzeti ünnepen, egy kis pici téren, és aztán, ha megszámolom, akkor mondjuk van ott 250 ember, tehát vagy, ö, ö, vagy ez egy hazugság volt, tehát a 15 ezer tag, vagy pedig egy nagyon-nagyon fegyelmezetlen és inaktív tagság volt. Tulajdonképpen akkor ön a civil lakosságtól várja a rendszerváltást, és nem a politikusoktól. Alapvetően a politikusoknak a feladata lenne, hogy az elégedetlenséget becsatornázzák és vezessék. Erre ezt én úgy látom, hogy nem fogják fel, vagy nem akarják, biztos van, aki nem fogja fel, van, aki nem akarja felfogni, hogy egész egyszerűen nem szabad arra várni, hogy majd az emberek elégedetlenek lesznek, és akkor majd a következő választáson majd, leszavaznak ugyanarra az ellenzékre, mint eddig. Egész egyszerűen a választás feltételeit kell először megváltoztatni. Ehhez viszont valóban tömegek kellenek. Én nagyon sokszor elszoktam mondani, amikor megkérdezik, mikor csinálnak már valamit, elszoktam mondani, hogy én nem tudok semmit csinálni mert hogy akkor, hogyha lesz több tízezer, sok tízezer ember, aki a nyomás gyakorlásban segít, akkor lesz valami változás. Olyasmi problémát kell felvetni de már vége az időnknek, mint az internetadó volt, mert akkor a, az egyetemisták akkor egy emberként vonultak ki a szabad sajtó útra, tehát ott azért megmozdult az ország. Ha van egy-két perc, nem, nem, nem teljesen adekvált a dolog. Nagyon sok olyan történet volt az elmúlt időszakban, amikor egy-egy réteg megmozdult. De ö, azt kell most már látni, ezzel még talán abban az időszakban lehetett komoly eredményeket elérni. Most már csak akkor lehet eredményt elérni, hogyha a rendszert is támadjuk. Tehát a tanárok azért nem értek el eddig, és az előtte levő tiltakozások sem azért, azért nem értek el eredményeket, mert létezik már egy olyan propagandagépezet, és egy olyan rendszer, amelyik ezeket ö, el tudja hallgattatni, el tudja hallgatni, el tudja terelni róla a figyelmet, és ő méri, és amíg azt látja, hogy ez... Ö, nem jut el sok emberhez, addig ezek nem lesznek sikeresek. Akkor lesznek sikeresek, ha a rendszert támadjuk. Köszönöm szépen hat Ákosnak, hogy itt volt.